Néz minket, fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon, akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. Két börtönőr meghalt Franciaországi északi részén, amikor egy rabszállító furgonból a társai kiszabadítottak egy rendkívül veszélyes bűnözőt. A Mohamed Amra nevezetű szökemény, akit kábítószerkereskedelem és emberölési kísérlet miatt ítéltek el, nagy erőkkel keresik. Macron államfő kijelentette, mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a bűncselekmény elkövetőit. Ennél a fizetőkapunál ütöttek rajta lesből a támadók azon a páncélozott rabszállító furgonon, amelyben a légynek csúfolt veszélyes bűnözőt szállították. A társak két gépkocsival érkeztek, kiugrottak és tüzet nyitottak a börtönőrökre. Kettőt megöltek, hármat megsebesítettek. A nemzetünk gyászol. Ma reggel az Evrői Bíróság és a Rueni börtön között megszökött egy rab. Az állig felfegyverzett társai rálőttek a börtönőrökre, és két embert megöltek mondta az igazságügyi miniszter. Ezt a felvételt egy szemtanú készítette, aki egy buszon ült. Az ablakból látta, hogy a támadók egyik neki nekiment a furgonnak, majd kigyulladt. A jármű utasai között pánik tört ki, mindenki igyekezett elbújni, többen a folyosón buktak le. A bűnözőknek sikerült elmenekülni. A Mohamed Amra nevezetű algériai származású szökevényt, akit kábítószerkereskedelem és emberülési kísérlet miatt ítéltek el, és a társait nagy erőkkel keresik. Tout sera mis en Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk ennek a visszataszító bűncselekménynek az elkövetőit. Életbe lépett a szökevények felkutatására összeállított Karvai protokoll. Meg fognak fizetni. Ezzel tartozunk az áldozatoknak, a hozzátartozóiknak, a börtönigazgatóságnak és a francia népnek, jelentette ki a francia miniszterelnök. Sajtóértesülések szerint 200 csendőrt mozgósítottak. A 30 éves szökött gangster egyébként Marseille, ahol tagja volt a Feketék nevű bandának. A francia kikötővárosban egyébként a kábítószerkereskedő bandák között jó ideje véres harcok dúlnak.